A zöld baloldal látványos, jól kommunikálható látszatcselekvésekkel igyekszik politikai tőkét kovácsolni, amelyben fontos szerepet játszik, hogy progresszív társadalom politikai céljaikat zöld köpenybe bújtatva igyekeznek megvalósítani. A klímaváltozással kapcsolatos cselekvési tervegyik egyik legkevésbé taglalt sarokköve a tömeges migráció legalizálásának kérdése. Erről szól a 21. századintézet legújabb elemzése, és az elemzés elemzésével folytatjuk. Így van, ez nagyon találó, valóban itt van velünk Deák Dániel, aki nem más, mint egy vezető elemző, tehát itt is rákapcsolódunk a felvezetésre, így van, a 21. század intézetből jó reggelt kívánok. No hát, sok mindenről szól az önök elemzése, kezdjük talán azzal, hogy az első zöld mozgalmak egy kis történelem, még a 60-as években jöttek létre, és aztán ezek teljesedtek ki gyakorlatilag pártokkal 80-as évekre, de érdekes módon úgy alakultak át, vagy úgy formálódtak ezek a pártok, szervezetek, hogy inkább a baloldali és liberális ideológiákat vették fel, vagy vették át. Mi ennek az oka? Pontosan, hogyha megnézzük fönget a nyugat-európai zöld mozgalmakat, mostani zöld pártokat, akkor azt látjuk, hogy ezeknek vagy kommunista, vagy erősen baloldali gyökereik vannak, és lényegében ugyanazokat a programpontokat akarják megvalósítani ezek a politikai erők, amelyeket egyébként a korábbi szociáldemokrata formációk, vagy posztkommunista formációk, csak van ez az úgynevezett zöld politikai fátyol, amivel akarják gyakorlatilag ezeket a progresszívnek nevezett politikai célkitűzéseket, és ennek mentén akarják népszerűbbé tenni azokat az üzeneteket, amelyek egyébként sokszor például nem népszerűek egyébként a nyugat-európai társadalmakban sem. Tehát, ha megnézzük azt, hogy például Németországban a szociáldemokraták hogyan állnak a népszerűségi listákon, akkor azt látjuk, hogy egy süllyedő pártról van szó, amelyiknek olyan üzenetei vannak, olyan programja elemei vannak, amelyek azért nem népszerűek a társadalom többsége számára, ezért egy olyan politikai húzást hajtottak végre gyakorlatilag a zöldnek nevezett politikai formációk, hogy ugyanazokat a politikai törekvéseket, tehát a mondjuk LMBTQ jogoknak a kiszélesítése, a tömeges migrációnak a támogatása, és mondjuk különféle adópolitikai, adónövelés, adónövelést célzó politikai célkötőzések, ezeket leöntötték gyakorlatilag egy ilyen klímavédelemnek nevezett politikai kommunikációs produktummal, és onnantól kezdve nem a, arról van szó, hogy milyen társadalompolitikai lépéseket szeretnének mi ők végrehajtani, hanem sokkal inkább ennek a, ennek a, egyébként pozitív zöld üzenetnek a előtérbe helyezésével próbálják ezt eltakarni. Jó, hogy említette Németországot, mert ez egy jó példa. Az, is mutatja, hogy ez a zöld mozgalom, a zöld pártok kinőtték magukat Európában, hogy ugye Németországnak lehet, hogy zöld párti kancellárja lesz majd ősszel. Egyrészt, a, bocsánat, a másik, hogy az Európai Parlamentben is több mint 70, 75 fős frakciójuk van, azt hiszem, és hát nagyon fontos, hogy ahogy ön is mondta, fontos témákban, például az utóbbi éveket meghatározó migráció kérdésében is hallatták a hangjukat, itt szó volt a klímaváltozás kapcsán éppen. Mit lehet tudni az ő álláspontjukról, álláspontjukról például a migráció? Ezért is tartottuk fontosnak ezt az elemzést, mert hogyha Németországról beszélünk, akkor a legfrissebb közvélemény kutatások szerint most már a német zöldek megerülzik a CDU, csu tehát most már reális forgatókönyv lett, hogy mondjuk az összetartandó német szövetségi választás követően mondjuk egy zöld kancellárja lesz majd Németországnak, tehát mindenképpen foglalkozni kell azzal, hogy ezek a politikai erők mit akarnának megvalósítani mondjuk Európai szinten, és a migráció az egy kiemelt szempont, hiszen 2015 előtt érdekes módon ezek a zöld pártok és politikusok azt mondták, hogy a népesség számot csökkenteni kell, és így azt szorgalmazták, hogy az emberek minél kevesebb gyermeket vállaljanak, majd jött a 2015-ös migrációs válság, és teljesen ellentmondásos módon már azt mondták, hogy a migráció az jó, ugye beszélni klímamenekültekről, a német zöldek például klíma is adtak volna a migránsoknak magyarul. Gyakorlatilag, hogyha valaki egy olyan térségből érkezett volna az Európai Unió területére, ahol a klímaváltozás következtében mondjuk vízhiány alakult ki, akkor automatikusan megadták volna mondjuk a letelepedési engedélyt. Tehát nagyon sok olyan javaslatuk volt ezeknek a zöld pártoknak és politikusoknak, amelyek gyakorlatilag összörözni akarták az illegális migrációt. A nemzetközi szintről picit evezünk hazai vizekre. Itthon is van két magát zöldnek valló párt, úgy mondta, lehet más a politika, és az ebből kivált párbeszéd az ő tevékenységük. Ebből a szempontból mennyire hasonlít az európai zöldekéhez egyrészt, másrészt hát a párbeszéd főpolgármestert is ad, ugye Karácsony szemében, sőt, lehet, hogy miniszterelnök jelöltet is, még nem tudjuk a, a bejelentés mikor történik meg, és hát Karácsony Gergely egyik intézkedése volt, ha már itt tartunk, az, hogy klímavészhelyzetet hirdetett két éve, mikor megválasztották. Nagyon jó, hogy említette ezt a fogalmat, mert az elemzésben ki is tértünk arra, hogy ugye a klímakatasztrófa, klímakataklizma, klíma semegesség klíma és még lehetne sorolni ezeket a fogalmakat, hogy ilyen nagyon jól hangzó kampány szlogenekkel lényegében terekültölték a sajtót ezek a politikai erők, és gyakorlatilag ezek a fogalmak értelmetlenek, mert ahogy kiemeltük, ugye nem a klímaváltozást kell mondjuk megvédni vagy megőrizni, hanem a klímaváltozásnak a negatív következményeit, ami egyébként egy természetes folyamat, ezeket kell valamilyen lassítani, megváltoztatni ezeket a folyamatokat, és gyakorlatilag ilyen jól hangzó kampány szlogenekkel Magyarországon is operáltak ezek a politikai erők. Az lmp például 2010 környékén azt tartották, hogy majd ők lesznek az új MSZP, tehát a baloldalnak az új nagy erős pártja, és mostanra látszik, hogy gyakorlatilag kipukkadt a Luffy, hiszen mind az LMP, mind a párbeszéd, a legfrissebb felmérések szerint is egy ilyen 1-2 százalék körüli politikai formációvá süllyedt, míg azért például az LMP még pár évvel ezelőtt is majdnem a 10 százalékos súrolta alulról, tehát látszódik, hogy annak köszönhetően, hogy gyakorlatilag a választók egyre jobban látják, hogy ezek csak ilyen nehezen megfogható, sokszor értelmetlen fogalmak és kifejezések, és nincsen mögöttük valódi tartalom. Ebből fakadóan ezeknek a pártoknak a népszerűsége sem tud érdemben növekedni és erősödni. Nem beszélve arról egyébként, hogy a jobboldali kormány és a fenntarthatóság terén rengeteg lépést tett az elmúlt időszakban, a károsanyag kibocsátás csökken, erdőültetési programok és még lehetne sorolni hosszú ideig, és például november végén is Magyarországon, Budapesten lesz majd egy fenntarthatósági világtalálkozó, tehát látszólik, hogy gyakorlatilag ezekbe a témákba ők már nagyon nem tudnak belekapaszkodni, és nem tudnak ebből politikai tőkét kovácsolni. Fél percünk maradt csak egy mondat, hogy Karácsonygerge intézkedései, például a kerékpársáv boknak a kiszélesítése Budapesten, tehát több kerékpársáv lett ugye a fővárosban, vagy éppen a klímavészhelyzet hirdetése, ezek szerint nem úgy sikerült beépíteni ezt a közbeszédbe, hogy ennek legyen valami fontos üzenete? Hát maga a klímavészhelyzet kifejezés is értelmetlen, gyakorlatilag a választók sem tudják értelmezni, hogy ezzel milyen intézkedéseket akar megborúzni, megvalósítani a gyakorlatban. Kihirdették, azóta nem történt semmi érdemi változás. Budapesten ebből a szempontból előrelépés nem nagyon történt. Tehát ezért látjuk azt egyébként, hogy még korábban berobbantak ezekkel a jól hangzó ezek a politikusok és pártok. Most már, amikor a teljesítmény kéne felmutatni, akkor már komoly gondban vannak, és gyakorlatilag a választók is inkább ezt kezdik látni. Deák Dániel, a 21. század intézet vezető volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt, szép menos.